Több magasrangú orosz politikus is Mariupolba utazott, legalábbis az orosz sajtó szerint azt akarják bizonyítani, hogy a kikötőváros már orosz kézben van, kivéve a nagyjából 10 négyzetkilométeres ipari zóna. Az oroszok hivatalosan az acélgyárnál is tűzszünetet hirdettek azért, hogy a bent lévő civilek távozni tudjanak. Az ukránok szerint a város lakói közül viszont többeket erőszakkal visznek, illetve vittek Oroszországba. Közben folyamatosan érkeznek a nyugati fegyverek Ukrajnába, az amerikaiak, ahogy egyes lapok fogalmaztak, gyors talpalókat tartanak az ukrán katonáknak. Többször is megszólaltak a légvédelmi szirénák a kelet-ukrajnai Kramatorszkban csütörtökön, közben a helyiek az éjjeli orosz támadás romjait takarították. A városi tanács jelentése szerint 9 házat és egy iskolát ért bombatámadás a Donyecki területen. Kijev szerint az oroszok továbbra is hevesen támadják az ország keleti részét, de az offenzíva több településnél elakadt. 24 óra leforgása alatt 9 légi célpontot semmisítettek meg az ukrán erők, 4 pilóta nélküli járművet, 3 szárnyas rakétát és 2 repülőgépet, fogalmazott az ukrán fegyveres erők vezérkari szóvivője. Közben az orosz védelmi minisztérium is sikerekről számolt be, Moszkva szerint 600 ukrán katonával végeztek. Az orosz haderő levegőből indítható rakétákkal megsemmisített számos légi felszerelést a Kirovhrad régióban található kanatovói katonai repülőtéren. Emellett találat ért egy nagy lőszer raktárat a Mikolaiv régióban, mondta az orosz védelmi tárca szóvivője. Az orosz állami televízió felvételeket közölt, amelyen szerintük az látszik, hogy heves ágyú tűz alá vették a mariupoli Azovsztál üzemet, ahová az ukrán erők maradéka visszahúzódott. Az üzemetvédő Azov ezred parancsnoka szerint véres harcok folynak a gyárban, a Kreml azonban tagadja, hogy az orosz csapatok lerohanták volna az Azovsztált. Az orosz elnök nyilvánosan adta utasításba, hogy csapataink tartózkodjanak a támadás megindításától, más parancs nem érkezett. Természetesen az üzemblokádja folytatódik, a humanitárius folyosók pedig működnek, fogalmazott az orosz elnöki szóvivő. Közben az orosz TASZ hírügynökség arról számolt be, hogy Mariupolba látogatott Vlagyimir Putyin orosz elnök helyettes kabinetfőnöke, Szergej Kirijenko. Ő a legmagasabb rangú orosz hivatalnok, aki a háború kitörése óta a városban járt. Az orosz védelmi minisztérium pedig azt közölte, hogy nukleáris hadgyakorlatot tartottak a balti tengerparti Kaliningrádnál. Azt gyakorolták, hogy atomfegyverek bevetése esetén mit kell tenniük a szárazföldi egységeknek.